2023-ban 17. alkalommal rendezték meg a Vármegyei Prima Gálát. A három Prima díj mellett számos külön díjat is kiosztottak. Elismerést kaptak vállalkozások. A kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért díjat pedig Szabó Andrea, a Tisza Európai Területi Társulás igazgatója vehette át. A társulás feladata, hogy tagjai között előmozdítsa a határokon átnyúló együttműködést, legyen szó a közlekedési és hírközlési infrastruktúráról, az energetikáról vagy az idegenforgalomról. Kiemel figyelmet fordítanak az oktatásra, a tudományos kutatásra és fejlesztésre, a kultúrára, az egészségügyre és a sportra. Nevük is jól tükrözi, hogy tevékenységükben központi helyen áll a Tisza és mellékfolyóinak védelme és fejlesztése, a logisztika, a kis- és középvállalkozások támogatása, a környezet és természetvédelem. Az orosz-ukrán háború kirobbanása után pedig hatványozott szükség volt a társulás karitatív munkájára. Hiszen akkor óriási szükség volt arra, hogy, hogy egy önkéntes csapattal folyamatosan tudjunk adományokat gyűjteni, adományokat szortírozni és átjuttatni a határon számos alkalommal látogatunk el Kárpátaljára, Kárpát és nagyon sok élelmiszert, tisztálkodási szert sikerült eljutatnunk, valamint ami egy nagyobb dolog számunkra, az az, hogy szülővárosomba csapra tudtunk eljutatni egy olyan nagyértékű víztisztító berendezést, ami tízezer fő számára biztosít tiszta ivóvizet nap, mint nap. Elsősorban az ukrán-magyar határ mentén végzett emberfeletti munkáért vehette át október 27-én az elismerést a társulás. Nagyon büszke vagyok a, a csapatra, az önkéntes csapatunkra, akik nap mint nap mai napig is e, segítik munkánkat, e, hiszen e, elindítottuk a magyar mi tízegen nyelvoktatást ismét október 1 itt Kisvárdán. Ezzel újra közel 40 fő számára tudunk biztosítani nyelvtanulást ahhoz, hogy, hogy akik itt maradtak nálunk Kisvárdán, Kisvárda térségében magabiztosabban éljék meg a hétköznapokat, és, és elsajátítják a magyar nyelvet. Büszke vagyok a csapatunkra, akik mai napig nap mint nap azért dolgoznak önként, hogy, hogy segíthessünk másokon, és önzetlenül teszik ezt minden nap. A többi díjazottat és a teljes primagálát karácsonykor láthatják a Kölcsei Televízió műsorán.